Április közepén kezdődött hazánkban a Black Swan 2021 elnevezésű nemzetközi gyakorlat. Az esemény célja, hogy a NATO-nak felajánlott Szolnokon kialakítandó regionális különleges műveleti komponens parancsnokság elérje a kezdeti műveleti képességet. A gyakorlaton több mint 800 katona vesz részt, a műveleteket nemzetközi, de magyar vezetésű törzs irányítja. A résztvevő nemzetek többek között a folyami eszközök kezelését, a veszélyhelyzetek elhárítását, valamint a különleges rendeltetésű erők harceljárásait gyakorolják. A gyakorlatot meglátogatta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is, aki a Honvéd tűzszerész és hadihajós ezred hadikikötőjében kezdte a napot. Itt Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Koron Ferenc vezérezredes a Magyar Honvédség parancsnokának kíséretében tájékoztatást kapott a Black Swan gyakorlatról, a különleges rendeltetésű amerikai szakárhajókról, valamint megtekintett a Dunán egy magyar-amerikai közös harcászati mozzanatot. A látogatás Szolnokon folytatódott, ahol Szentkirályi Alexandra a béketámogató kiképzőközpont képességeivel és feladatrendszerével ismerkedett meg, majd megtekintette a hadgyakorlat parancsnoki központját. A kormányszóvivő a Szolnok helikopterbázison részt vett a magyar és amerikai különleges rendeltetésű katonák közös harci mozzanatán, melynek során éjszakai rajtaütést gyakoroltak az operátorok. A program végül az éles lövészet megtekintésével zárult.